Athénban körülbelül 2000-en gyűltek össze szombaton, hogy megemlékezzenek a menekültek világnapjáról, és egyúttal tiltakozzanak a görög kormány migráns politikája ellen. A védett státuszt kapó menekültek számára korábban fél évig lakás is járt. Ezt az időtartamot a mostani kabinet egy hónapra csökkentette. Szerintünk a menekültek és a bevándorlók támadásával ellenségképet akarnak kreálni, pedig ezek az emberek nem ellenségeink, mondja egy athéni tüntető. A lakhatási rendszeren egyébként azért módosított a kormány, hogy el tudja helyezni a jelenleg menekült táborokban élő 11 ezer embert is valahol. Párizsban is tüntettek, ott a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen tiltakoztak több százan. A demonstráció azon megmozdulások sorába illeszkedett, amelyek Amerikából terjedtek át Franciaországra George Floyd halálát követően. Az ő esete hatással volt az itteni megmozdulásokra, ugyanakkor felfedi a rasszizmus elterjedtségét. A nyugat okozta, a nyugatnak is kell megállítania, vélte egy emberi jogi aktivista. Az afroamerikai George Floyd rendőri intézkedés közben Minneapolisban vesztette életét, vélhetőleg azért, mert az előállításakor folytófogást alkalmaztak rajta. Halála világszerte rasszizmus ellenes tiltakozásokat robbantott ki.